Szinte lesen veszi a szemét gazdájáról Mislik. A törpeuszkár Magyarország első mentálhigiénés segítő kutyája. Legfőbb feladata az, hogy előrejelezze gazdája pánikrohamait, és ezt kiválóan csinálja. A kutyának köszönhetően a fiatal lánynak nem kell gyógyszereket szednie, és a lakásán kívül is biztonságban érezheti magát. Nálam csak ront a helyzetem, hogyha egy külső ember segíteni szeretne, viszont amikor a kutyus bejelzi a rohamot, én tudom, hogy nekem egy biztonságos helyre kell menni, és ha megtörténik a roham, akkor neki megvan tanítva, hogy neki ilyenkor egy rohamkezelést kell csinálni, ami azt jelenti, hogy beleül az ölembe, és addig kell nyalogatni az arcomat, amíg ki nem zökkent ebből a rohamszerű állapotból, pontosan azért, mert tudja, hogy nem szeretem, hogyha ezt csinálja. A segítőkutyákról a legtöbb embernek a vakvezetők jutnak eszébe, de a mozgássérültek, vagy az ételérzékenységtől, kényszerbetegségektől, depressziótól szenvedők is támogatást kaphatnak a kutyáktól az élet számos területén. Kutyának szükség kimozdulni otthonról, hogyha pedig kimozdulok a kutyámmal, a segítőkutyámmal, akkor az emberek jönnek ismerkedni, ezt pozitív visszacsalódásnak hívom, és ezáltal a sérültek is sokkal könnyebben tudnak a társadalomba beilleszkedni. A vakvezetőkön kívül egyelőre csak néhány tucat segítőkutya dolgozik Magyarországon, de a szakemberek folyamatosan képzik az utánpótlást. A következő évtizedekben valószínűleg egyre több ember életét könnyítik majd meg a Mislikhez hasonló társak.